meg le magadnak egyet. A Bácskosútfalvi tekepálya felújítása az első komoly befektetés Bácskosútfalva helyi közösségének. Ennek köszönhetően rendbe hozták a rekreációs központ épületét is. A beruházáshoz szükséges pénz nagyobb részét Topolya község költségvetéséből és a helyi járulékból teremtették elő, és némi támogatást biztosított a tartományi büdzsé is. Maga az objektum megvásárlására 5,2 millió dinárt fordítottunk, míg maga a kuglipálya kiépítése pedig 11,8 millió dinárt emésztett fel. Hozzá kell tenni, hogy ez nem önmagát csak a kuglipályát jelenti, hisz az 55 ezer euró plusz PDV-be került, hanem fel kellett újítani az egész épületet, hisz igen rossz állapotban volt, nem volt fűtési rendszere, az öltözők, a toalettek nem voltak megfelelőek, illetve az étterem rész is teljes felújításra került az elektromos hálózattal együtt. A beruházás által a falusi turizmus is fejlődhet Bácskosútfalván. Az ünnepségen kiemelték, szeretnék, ha Bácsalmás-Bajmok közúti határátkelő helyet nemzetközi szintre emelnék, mert akkor a rekreációs központ könnyen megközelíthetővé válna a külföldi turisták számára is. A polgármester elmondta, a közeljövőben először egy gyermekmedencét terveznek elkészíteni, majd egy másik kisebb medencét. Lesz továbbá teniszpálya, kalandpark, valamint borutat és lovaglást is szerveznek. Most a 10 évvel ezelőtt tönkretett tekepálya készült el, amelyel a Bácskosútfalviak egyik álma várt valóra. Télen az ember azért sokkal inkább bezárt, és akkor el vagyunk kényelmesedve, és jó eső érzés lenne egy kicsit megmozgatni csontjainkat, tehát mindenféleképpen a sportolás látom én is benne, és örülünk, hogy van egy ilyen szép tekepályánk. Szeretnénk azért a gyerekeket bevonni bele, a 8-os, 7-os gyerekeket. Akkor lesz igazán értelme, ha azok játszanak, és azokból nevelünk valami fiatalokat, jó játékosokat. Az első dobást a tekepályán a helybeli tekeklub legidősebb tagja, 73 éves Juhász Sándor végezte el. A létesítményt egyelőre csak a csapatok használhatják, január közepétől azonban bárki kipróbálhatja.